Főként afrikai országokból érkeznek hallgatók a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszára. Magyarországi tanulmányaikat ösztöndíjprogramok támogatják. Utóbbi jelentős szerepet játszik abban, hogy hazánkat választják ki távoli országok fiataljai is. Először is az oktatás magyar színvonala és az ösztöndíjak miatt választottam Magyarországot, hogy itt tanuljunk, mondja ez a libanoni származású hallgató. Nagyszerű lehetőség itt tanulni, főleg mezőgazdasági területen. Magyarország Európa szerte jól ismert ebből a szempontból. Másodszorban azért választottam a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet, mert nagyon specifikus a mezőgazdaság ezen területére, és az egyetemről szerzett bizonyítvány nagyon sokat segít a mezőgazdasági jövőm és pályafutásom szempontjából. Az egyetem a külföldi hallgatók számára orientációs napot szervezett. Egy távolabbi országból, más kultúrából érkező fiatal számára jelentős segítséget jelent, ha ebben a formában is fontos információkhoz juthat. 2007 óta érkeznek ösztöndíjas rendszerben a külföldi diákok. A végzést követően nagyon széles körű elhelyezkedési lehetőségekről kapunk visszajelzést. Például annak idején én egy hallgatónak adtam ajánló levelet, és egy ausztráliai konferencián találkoztam vele, hogy Új-Zélandban ennek a levélnek köszönhetően PhD státusz, PhD hallgatói státusz nyert, de más hallgatókról is tudunk, aki kutatóintézetbe helyezkedett el. Az egyetemi oktatók úgy látják, hogy a külföldi diákok is nagyon érdeklődőek, és az órák anyagához is értékes hozzászólásaik, kérdéseik vannak. Az idejében szép számú hallgatót tudtunk beiskolázni külföldi hallgatók tekintetében is. Most kifejezetten a Stipendium Hungaricum ösztöndi programnak a keretén belül tartózkodnak itt a hallgatóink, és kifejezetten a növényorvos angol nyelvű mesterképzésben vesznek részt, illetve a felsőtis doktoriskolának a doktorandusai vannak itt, akik a külföldi angol nyelvű képzésekben részt vesznek itt a Georgikon kampuszon. Az orientációs nap során a hallgatók a kampuszról, a könyvtárszolgáltatásokról, a sportolási lehetőségekről kaphattak általános tájékoztatást.